ma van a mesevilágnak, és a kollégáimmal azért adunk, hogy felhívjuk a betegek figyelmét, hogy mennyire fontos a megelőzés, mennyire fontos a sószegényében, a megfelelő érnék, hogy a fejlős a szűrűvizsgálatok. Szeretném odaadni, és nagyon szépen köszönjük. Viszont látásra! A vesebab formájú létfontosságú páros szerv, amely percenként 1 liter vért szűr meg. A nap 24 órájában értünk dolgozik, mégsem vigyáz rá mindenki kellően. Ezért minden év márciusának második csütörtökén tartják a Vesevilág napját, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a vesik fontosságára, a vesebetegség veszélyeire és megelőzésének lehetőségeire. Ugye az, hogy elkezdődött valami a vesével, az egy olyan jel lesz, ami még egyszer nem a vese nagyon leromlott működésének a jele, mert az már csak akkor van, amikor már szinte teljesen tönkrementek a vesék, hanem amikor kialakul valami olyan állapot, vagy legtöbbször betegség, ami a veséket is károsítja. Ilyen például a magas vérnyomás betegség, ugye, ami minden harmadik embert felnőttek közül érint Magyarországon is. Ilyen a túlsúly, ami még gyakoribb tényező Magyarországon is. Tehát ezek is ugye vesekárosító tényezők, vagy említettem már a dohányzást, vagy a fájdalomcsillapító szedés, de ilyen sajnos ugye a cukorbetegség is, ami mondjuk Magyarországon minden tizedik felnőtt embert érint, és ugye a cukorbetegségnek is a két fő típusából az a típus a leggyakoribb, ami megint csak az életmód, nem megfelelő életmód miatt alakul ki ez az úgynevezett kettes típusú cukorbetegség. És ide tartozik még a megfelelő táplálkozás és a megfelelő intenzitással végzett mozgás is. Ezekkel a tényezőkkel egyébként a megfelelő tájékoztatásnak köszönhetően a legtöbben tisztában is vannak. A mai napig sportolok, és odafigyelek az étkezésre és meg a folyadékbevitelre is, és rendszeresen járok ellenőrzésekre. Hát már mostanában nagyon sok beteg van, aki ezzel a problémával küzd, és hát igen, oda kellene figyelni a táplálkozásra is, mert abból is adódhat a vesek probléma. És a felmérések valóban azt mutatják, hogy a mai kor emberénél az idült vagy krónikus vesebetegség gyakoribb, mint régen volt. Azért gyakoribb, mert több az elhízott ember, több a cukorbeteg, több embernek van magas vérnyomása, és ugye a kezelés sem megfelelő minden alkalommal több okból. Ugye a folyamat, ahogy említettem, ez azért feltartóztatható lenne, valakinél megállítható, vagy még a legkorábbi stádiumban, amikor még nem is alakult ki a vesebetegség, akkor megelőzhető. Főként annak fényében is tette még hozzá, hogy Magyarországon minden adott ahhoz, hogy az emberek napi szinten tiszta vízhez és egészséges táplálékhoz jussanak, valamint a legkülönfélébb helyeken szabadon sportolhassanak.